Ezen az Alin felvételen Martin György az ismert néptánckutató gyűjtésében látható a fiatal bogyiszlói együttes. A felvétel 1976-ban készült, a megalakulás évét követő 5. évben. Ma is a csoport magját az akkor táncolók adják, de az idők alatt az új generációk is megfordultak az együttesben. Itt a Dunapartján szinte íratlan törvény, hogy részt kell venni az együttes életében. Díjak és emlékek mindenhol. Ez a főhadiszállás a bogyiszlói művelődési házban. Stier Tamás néha kezdetek óta vezeti a munkát töretlen lelkesedéssel és férje hathatós támogatásával. Itt kezdődött 1971-ben a szekszárdi születi napokon. Voltunk elsőbb csoporttal, és akkor kaptuk ezt az emblémát, és ez nekünk nagy érték. Azt gondolom, hogy ebbe beleszülettünk a bogyiszlói hagyományőrzésbe. Gyerekkorunktól kezdve itt voltunk a nagy lakodalmakban, és ellestük az öregektől, hogy mit csinálnak az idősek. És akkor iskolába is egy kicsit táncoltunk, volt tanárunk, aki esetleg táncoltatott bennünket. És amikor 1971-ben a szekszárdi születinapra fölkértek bennünket, vagyis az akkori művelődési ház igazgatót, hogy szervezze meg, és akkor összeszedtünk legalább 50-60 embert, akik elmentünk, felvonultunk a szekszárdi születinapokon, a TSZ-től kértünk kocsikat, azon férfiak, hordók, rokka, minden az égvilágon, amihez hozzátartozott, és ott kezdődött az egész 1971-ben, és utána szinte minden héten találkoztunk péntekenként, és az általános iskolai emlékeinkből próbáltuk összeállítani a táncainkat. Mondjuk 76-tól kezdve is minden héten, az év 52 péntekében mondjuk 48-at biztos itt töltünk. A táncon kívül a falu adományaiból minden régi emléket is összegyűjtöttek, de a mai napig megélik hagyományaikat is. Őrizzük azt, hogy minden évben csinálunk aratást, elmegyünk, kaszának a fiúk, mi markot szedünk, a gyerekek teregetik a kötelet, kötelet csinálunk előtte való nap este. Ha lakodalmak, most ugyan már mindig kevesebb van lakodalomban, őriztük azt, hogy mentünk kalácsot dagasztani, tortát sütni, tehát ami a bogyiszlói hagyományhoz tartozott. Átérzik az emberek a fontosságát. Még mindig emlékszem rá, hogy a 76-os gyűjtés után, amikor a Szabadi Miska bácsi fölkarolt bennünket 78-ba, Szabó Pista bácsit megkerestük, mert általános iskolás korunkban ő tanított, hogy jönne hozzánk, és azt mondta, hogy az egészségű állapota nem olyan volt, de van egy jó tánchoz értő szakember barátja. És akkor megismertük a Miska bácsit, és azóta ő családtag nálunk, koreográfiákat készített, gyűjtöttünk vele, jártunk idős emberekhez, pásztorkodást gyűjteni. Tehát ami bogyiszlói hagyományhoz tartozott, ugye bogyiszló parasztfalú, pásztorkodás, vízzel kapcsolatos dolog, lakodalmak, keresztelő, ami egy szűk kis közösséghez tartozott, azt próbáltuk mind színpadra vinni. Hála Istennek olyan csapatra vagyunk, voltunk is körülvéve, meg vagyunk is, ha valamit megbeszélünk, azt mindenki tartja. Nyilván, hogy nagyot fordult a világ, mert azért amíg a gimnáziumban nincs érettségi, addig itt vannak péntekenként. Érettségi után elkerülnek az ország különböző részébe, és nagyon nehéz akkor már összeegyeztetni, de öröm az, amikor itt vannak a fiatalok. Marika néni hűtársa, Stier Tamás, aki nélkül mindaz, amit elértek, biztosan nem születhetett volna meg. Háttér nélkül nem megy a munka, és ugye, ha valamire szükség van, akkor gyere, hozzad, vigyed. Az életünk van, mert ezt másképp nem lehet csinálni, csak úgy, hogy az embernek van alázat. És a heti próbák, aztán föllépések, szervezések jobbra-balra, mondjuk az inkább a feleségem része. Én csak úgy néha segítek. Az együttes alapillére a falunak abban a tekintetben is, hogy nincs olyan társadalmi esemény vagy ünnep, mely nélkülük, szervező munkájuk nélkül válna valóra. Tavasszal kaptuk a Tolna megyei civil szervezetdíját, nagyon nagy öröm volt, és most, hogy az értéktárba bekerültünk, ez is nagy öröm. Azt gondolom, hogy ez a fizetség azért,
amit hosszú évek óta, több mint 40 éve teszünk ebbe a faluba, hogy elismerünk, helybe is elismerik, vagy a szűkebb környezetünk is elismeri. Hiszen bejártuk, azt mondhatom, az egész Európát, és mindenki nagyon jól érezte magát, és most ez itthon is elismerik a munkánkat. Nem ülök én a kent kocsijára, nem tennékem a kent barna lánya. Kinyitjen be kukutyomba, gyere rózsám a karomba. Kinyitjen be kukutyomba, gyere rózsám a karomba.